Andrea, kis testvérem született. Nem is olyan régen volt. Hárman éltünk, egy család. Apa, anya dolgozott, és én voltam az iskolás. Egyik napról a másikra történt az a furcsaság. Gólya szállt a házunkra, és itt hagyott egy kis babát. Mégsem értem, hogy lehet. Talán tudja majd anya. Gólya hozza a gyereket, s labda mégis a hasa. Azt mondják a kis testvérem. Elhiszem, ha akarom, mit szeressek, na de kérem, egy ordítozó csomagon. Feje piros, haja kevés, ezer pici ránc a bőre, nem érdekli, csak az evés, aludni sem lehet tőle. Ráadásul nagymamával, kinek szeme fénye voltam, alig játszom mostanában. A kis ágyhoz rohanjomban, rámosolyog minden felnőtt, dicsérik a rokonok. Nézik, mint egy főszereplőt, én meg sehol sem vagyok. Egyre azon elmélkedém, vajon anya mit is szólna? Hogyha holnap megkérném én, vigye vissza őt a gólya. Hol is van a gyerek szoba? Utoljára meglesem. És elámultam, mert a baba rámosolygott kedvesen. Milyen apró, s nem is csúnya, kicsi keze integet. Próbáljuk meg mégis újra, s jó testvéred lehetek.